Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Sikeresen szerepelt egy országos versenyen két bánkis diák. Ma esti magazin műsorunkban elsőként a velük és felkészítő tanárukkal készült stúdióbeszélgetést láthatják. Köszönöm a stúdióban az Ajkai Szakképzőiskola Bánki Donát intézményességéből Durbán László tanárurat, valamint Pintér Robint és Horváth Bálintot. Jó estét kívánok, sziasztok! Ti, idővel tanár úr, mint felkészítő, egy országos versenyen értek el nagyon szép sikert, ugye? Mindjárt elmondjuk azt is konkrétan mit. Milyen verseny volt ez, tanár úr? Ez tulajdonképpen a szakmacsoportos előkészítő szakmai tárgyak versenye, ami azt jelenti, hogy vannak a közismereti érettségi tárgyak, illetve szakközépiskolá vagy a tanulók szakmai előképzésen vesznek részt, és ennek a vége tulajdonképpen a szakmai érettségi, illetve ez az érettségi tárgyakra épülő szakmai verseny. Most ilyen szakmacsoport 20 féle van a szakközépiskolákban, és ennek egyik ága a közlekedési szakmacsoport, és ennek a versenyén vettünk részt tulajdonképpen. És akkor mondjuk is mindjárt az eredményt, mert azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Így van, Pintér Robin tanuló első lett, és Horváth Bálint pedig 10. helyezést ért el. Országos, tegyük hozzá, hogy az országos eredmény. Döntőn, így van. Országos döntőn. Amely egyébként Szolnokon volt április 16-17-én, tehát egy kétnapos megmérettetés volt. Ez a versenytípus egyébként a kétszint érettségi bevezetése óta létezik, tehát 2005-ben volt először ilyen verseny, most már ez a 11. alkalom volt. És hát részt vettek minden alkalommal egyébként? Hát indultunk mindegyik alkalommal, tehát a tanulókkal mindig megpróbáltuk. Az esetek 80%-ában sikerült tovább jutnunk. Ehhez hasonló szép eredmény is volt, de ugye mindig a legújabb, a legjobb, a legkedvesebb ez a mostani. Tehát a közlekedési gépészet témában? Nem, mert ugye ez egy másik szakmacsoport. Közlekedés üzemviteli, közlekedés alapismeretek a fő megnevezése, és azon belül az üzemviteli, ami tulajdonképpen a logisztikát takarja. Igen, azt hiszem, hogy így már azért kézzelfoghatóbb mindenki számára, a logisztikát azért jobban ismerik az emberek. Robin, akkor te lettél az országos első helyzet. Gratulálunk el a gyönyörű eredményhez. Köszönöm szépen. Mit kellett teljesíteni? Hát ugye csütörtökön első nap, akkor korai után egy írásbeli. Nekünk az 75%-ban ilyen számítási feladatokból áll, ilyen statisztika, meg a motorszámítás, meg ellenállások, meg ilyenek. És a maradék 25% pedig ilyen rövid választigénylő feladatok, hogy hát az ilyen vagy tudjuk, vagy nem ilyen. Ilyen tesztjelű feladatok voltak. Báni, mióta készültök erre a versenyre? Hát jó pár hónappal ezelőtt kezdtünk el készülni. Először kezdetben az órák mellett a tanár úr külön órákat csinált nekünk, amin ilyen versenyfeladatokat gyakoroltunk, illetve rengeteg otthoni és közös munkával készültünk erre a versenyre. Hány csapat vett részt ezen a területen egyébként ott a versenyen? Hát ugye ez egyéni verseny. Ahol közlekedés szakmacsoportos képzés zajlik, azok az iskolák vettek ezen a versenyen részt. Egyébként a többi szakmacsoport is ott volt Szolnokon, tehát ez egy nagyszabású rendezvény volt. A szakmacsoportok legjobb 20, illetve 30 képviselője került a döntőbe, tehát legalább 500 tanuló mozgott a városba, több iskola is részt vett a rendezésben. Hát a közlekedés szakmacsoporton belül a legnagyobb iskolák Budapesten van, az Arany János, ott is a Bánki nevű szakközépiskola, akkor fővetélytársunk a Győri Bercsényi közlekedés, gépész és közlekedés üzemviteli szakközépiskola, de van ilyen iskola Kaposváron, Zalaegerszegen, Debrecenben, Szegeden, tehát elég népszerű szakmacsoport. És mindenki ott volt, és mindenki... Nagyon sokan képviseltették egymást, volt ahonnan csak egy tanuló került be, volt ahonnan 4-5 is. A Bálint 10. helye, és éppen ezért nagyon értékes, mert nagyon sok ilyen híres, neves iskolás tanulót megelőzött, illetve hát a dobogón is 2 győri tanuló volt a 2.-3. helyen. Úgyhogy izgalmas is volt az eredmény hirdetés, az nagy élmény volt számunkra.
Fiúk, mit jelent nektek ez a továbbiakban? Hiszen azért egy országos első és egy országos tizedik is tegyük hozzá nagyon szép eredmény. Mit tudtok ebből profitálni? Hát ugye eleve az, hogy az első tíz az kap 100 többletpontot. Tehát akkor pont mi jól jártunk, mert Bálint és Belcsőszak megkaptunk mind a 100-at. Mármint az a többletpont, ez hova, mire? Továbbtanulás egyetemre, felvételi. Felvételinél. Tervezitek egyébként a továbbtanulást? Persze, igen. Győrbe. Győrbe? Bálint? Igen, ugyanoda, ahol Robin. Győrbe, Széchenyre, a gépészmérnöki karra. És akkor már nyilván egy nagy előnnyel indultok. Hát igen, hatalmas előny. Hatalmas előnye. Ahogy készültetek a versenyre, amikor készültetek, és amikor elmentetek versenyezni, milyen reményekkel vártatok bele? Hát ugye volt ennek a versenynek egy elődöntője, és azon át, hogy bejutunk az első 30-ba. Hát én igazából úgy voltam vele, hogyha bejutunk az első 30-ba, az nekem már bőven jó, kapok egy kis többletpontot. Azt hiszem 25 volt. Aztán amikor bejutottam a 30-ba, mondom, akkor már jó van az első 10-be bejutni, vagy okoz meg a 100 többletpont. Aztán amikor megírtam ilyen jóra, és akkor mondta a tanáról is, hogy benne álltak az első 10-be, én már tökre megörültem. Aztán ugye pár nappal később meg felhívtak, hogy benne leszek a dobogóba. Hát akkor én, az elég durva érzés volt. Aztán ugye akkor meg már jó lett volna, hogyha nem harmadik leszek, hanem második vagy első, mert az egy csodás lett volna, hogyha... Tehát egyre följebb sorófolódtak a dolgok, és végül is akkor hát, sikerült teljes mértékben. Bár én neked is azért gondolom, hogy ez nagy élmény volt az, hogy azért az ország első 10 helyzetjében. Hát igen, én amúgy nem is tapláltam nagy, hát voltak reményeim, hogy bekörülök, de bennem volt az is, hogy mi lesz, hogyha nem leszek benne az elődöntőben a top 30-ba, és akkor hát sikerült viszonylag jól megírnom, és behívtak engem is a döntőbe. És hát ott már én is arra mentem, hogy próbáljak azért minél jobban teljesíteni, de sokat rontottam sajnos az írásbeli részen, úgyhogy nagyon ilyen nagy aggályaim voltak azzal kapcsolatban, hogy elrontottam el túlságosan, vagy mi lesz, hogyha nem tudok olyan jó eredményt elérni, de végülis egy szóbelül sikerült följebb tornászni a dolgokat, és így tizedik hely meg lett. Túlságosan nem rontottad el akkor, tegyük hozzá, azért a tizedik hely is nagyon szép, mondom, hangsúlyozom, országos szinten. Tanár úr, nyilván elég sok tapasztalata van már ezen a téren, a versenyterén is, hiszen mondta, hogy voltak párszor. Ön mit várt a fiúktól? Az az igazság, hogy én azért már ismertem őket. Így magamban a Robintól valóban dobogót vártam, csak ezt nagyon nem mertem nekik mondani. Mert akkor lehet, hogy stresszeltek volna, és visszafogta volna a teljesítményüket. A Bálintól pedig a 15 közé jutást gondoltam. Ismerve a tapasztalatokat, hogy az elődöntő és a döntő az más jellegű. Hozzánk a döntő stílusa az közelebb áll. Tehát mi a számításokban és a szóbeli megnyilatkozásunkban picit jobbak vagyunk. Lehet, hogy ez miattam is van így, de valahogy a hozzánk jelentkező tanulókra is ez áll közelebb. Talán fölösleges megkérni, de azért mégis felteszem a kérdést, hogy elégedett az eredménye ezek szerint? Elégedett vagyok, igen. Igen. Tehát túl teljesítették a elvárásaimat, igen. Milyen tapasztalatokkal jöttetek el onnan a versenyről? Szereztetek-e új tapasztalatokat, ismereteket, élményeket? Hát például én meglepődtem, hogy én jól tudok beszélni, mert ugye hibátlan lett a szóbelim, és én egyáltalán nem szemlődtem erre. Tehát így most olyan tapasztalatom van, hogy most egy picit talán nyugodtam, amelyek érettségizni a szóbelire, hogy már azért tudom, mire számíthatok nagyjából. Kipróbáltad magad, és sikerült. Hát igen, igen. És sikerült tulajdonképpen, Bálint, hasonlóképpen? Igen, én is így vagyok, mert sose volt még ilyen vizsgám, vagy semmilyen ilyen komolyabb dolog, amin beszélnem kellett volna. És egyszerűen hát jó volt kipróbálni, hogy milyen éles környezetben, amikor már tényleg tétre megy az, hogy mit mond az ember. És nem kis tét, ugye? Nem kis tétje volt a dolognak. Talán bólogat itt erősen, hiszen azért egy ilyen versenyen megméretni magatokat, önt is nyilván azért ez nagyon-nagyon nagy dolog. Tanár úr, ön milyen tapasztalatokat szűrt le a versenyből? Általánosan azt tudom mondani, hogy ez viszonylag jól szervezett verseny volt, korrekt feladatokkal, korrekt, de nehéz feladatokkal. Tehát akik készültek, ügyesek voltak, azok
előbbre tudtak jutni. Ugye szokták mondani, hogy túl könnyű feladat, az meg nem biztos, hogy a jobbaknak kedvez. De természetesen az azért, mert verseny volt. De nyilván tudják hasznosítani majd mondjuk a jövő évi versenyben ezeket a tapasztalatokat. Igen. Hát talán ami kevésbé volt olyan jó, az az egyhetes izgalom, hogy a verseny után egy hétig nem tudtuk az eredményt. Mert rá egy hétre volt az eredményhirdetés, és addig csak a tapasztalatok, a megbeszélt eredmények alapján gondoltuk, hogy hogy sikerültek. De ugye nem tudtuk a többiek eredményét, csak a sajátunkat, és ebből indultunk ki. Én még egyszer gratulálok nektek, önnek tanáról ez nagyon szerintem szép eredményhez, és további sok sikert kívánok nektek az érettségihez, felvételihez, tanárul pedig a munkájában. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.